Most köszöntök mindenkit nagy szeretettel. A Volkswagen T3 projekt, azaz a Sopó Rolle harmadik része következik, a harmadik nap. Tegnap nem készítettem videót, mert tegnap is rollereztem igen lelkesen. Tehát, hogy megértsétek a dolgokat, akkor most fussunk. Ugye ez egy Bosch VE 686-os, nem bocsánat, 683-as adagoló, kettőfeles dízel, TDI motorról, és ugye ezt teszik föl az 1.9-es TDI motorokra, és akkor így lesz TDI, tehát manuál TDI. Ugye ez már 12-es, ez az adagoló, és itt ugye bekötöttem a turbónak a nyom, tehát még amikor lepadlózol, akkor ugye a turbó nyom, mint az őrült, lenyomja a vákumos genyát, és még ad kaját. Most elnézést a parasztos fogalmazásért, de ennyi a lényeg. Na azt akkor, ugye ezt az adagolót úgy kell, tehát maga boxerbe, úgy tervezte, tehát a francia megtervezte ezt az adagolót, és a Bosch megcsinálta nekik. Tehát az adagolót úgy kell beállítani, ugye, hogy van egy égszíjtárcsája, egy égszíjtárcsa agy, mint a Passatokon, Audikon, és akkor az agyon még lehet fordítani az égszíjtárcsát, három csavart föllazít, és akkor el lehet fordítani, mert az adagolót nem lehet forgatni, ugye az fixen van föltéve a Rovernál is, meg a Peugeotnál is, az adagoló áll. És akkor van egy stift, beteszed ugye, megkeresed, hogy hol spritzant, beteszed a stiftet, főrakod, az előtöltés 55-öt, azt jó éjszakát, indul. A német verzió, ugye ott ismeritek, hogy az égszítársán keresztül kell szintén átdugni a füskét, de viszont ott az előtölt adagoló forgatásával tudod állítani. Tehát ez a két része megvan. Aztán tegnap nem indult, csak ígérgetett jobbra-balra, hidegindítóval pöcre. Szét a motor hidegindítóval, és akkor itt már tegnap nyomoromba kicsert, tehát ez a két beállítást tegnap a francia beállítás volt, tegnap előtt a német beállítás volt, minden csak ígérgetett, de önszántából beindulni nem volt képes. Azt tegnap már kicserítem itt a nyomó részen, ugye ennél a Bosch adagolónál 470-es a hüvely és 2,15 a húvókátmérő. Viszont a hagyományos, például ami előtte rajta volt adagoló a 10-es, ott meg 445-ös a hüvely és 1,95-ös a húvóka. Tehát most a régit, a 10-esnek a húvóka fönt. Aztán most a régi iskola alapján állítottam a vezérlést, azaz ugye vezérműtengely betettem a biztos, alulra is a kis hevenyészett főtengely biztosítékomat betettem, de ezek előtt megkerestem a teljes töltést, hogy hol áll a motor az adagoló az egyes hengerné tetésen, abból visszavettem így sasszra egy leheletnyit, és ugye itt a lepke csavarra megfogtam magát az adagoló tengelyt, ugye ennél a típusnál meg lehet fogni az adagoló tengelyt. Megfogtam a tengelyt, azért adtam az adagolónak a három csavarját, mert ugye ennek úgy csináltottam meg, hogy az adagolót is tudjam forgatni, tehát az esztergály és a tartókonzolt úgy marta ki. Összeraktam a vezérlést, lehúztam mindent, utána meghúztam az adagolót, betettem a, tehát kivettem a lepkecsavart, betettem a lepkét,
és most megnézzük, hogy indulni a szerkezet. Betettem a kis akkumulátort, mert tegnap egész nap a nagyot nyüstöltem. Most tegnap délután meg egész éjszaka töltődött ez a kicsi, bár nem sok élet van benne, de megnézzük. Klikszantunk meg egyet. Megnézzük, hogy hogyan indul a szerkezet. Jaj! Eddig ugye csak kapkodott, most izzítok a kilincsel, mert még az van bekötve, mert még nem tudtam teljesen fókuszálni az izzító relére, ezt még nem tudtam kimérni, de igyekszem, és akkor most nézzünk egy indítást. Azért nem járatom, de akkor ezek szerint nekem volt igazam. Van egy kis füst még. Azért nincs fönn a kipufogón, tettem. Azért nem járatom, mert ugye generátor szíj, vízpumpa szíj nincs fönt. Sajnos tehát a klímás variációjához megrendeltem a PK6 1150-es. Ugye klíma, meg minden szervószivattyú, minden kurvanyját fog hajtani vízpumpát. Elbambultam, én ma reggel rendeltem meg a szíjat, majd délután megérkezik. És akkor már jobban fogom járatni, mert még bizonytan, tehát nem teszem fel a vezérmérőt sem, mert ugye ezt járatni kell, és meg kell nézni, hogy most hogy is áll a töltés, mint is. Illetve vissza kell tenni a fecskendőket, én csak fecskendőnek hívom végén fúvókák, feltételezhető, hogy vissza kell tenni, tehát még ez sem biztos, szóval a fogóra fogom fordítani a figyelmet, mert szépen főszerkeztem, és akkor megnézzük, hogy hogyan is, meg ugye be kell kötni a, tehát itt van a töltőszál, tehát be kell kötni a generátor is töltsön, mert ugye a generátor nem mehet töltőfeszültség nélkül, helyesebben le kell, hogy adja az áramot, úgyhogy addig itt elsertepertélek, eldolgozgatok a gépen, de tehát beindul is, ez a lényeg. Egyébként ezek az MTDI motorok, tehát ez az átalakítás, amit most láttok, tehát ezek dúlnak mindig hidegen-melegen, egy pöccentésre, nincsenek indítási gondok, mint a hagyományos kisebb. Tehát a 10-es az éppen, hogy csak kiszolgálja ezt a motort. És ugye a rendő, hogy ez egy 100, mert ez már SVR motor, én építettem össze. Ez egy 110 lovas motor elvileg. Most 90, mert ugye a lényegtorokban kisebb húgókák van. Azzal még lehet gépészkedni, tehát vissza lehet adni neked 110 lovat. És akkor hasít, mert ugye itt lesz súly minden, meg napi használatos lesz az autó, tehát a forgalomban zsenni 40-50-nel ahhoz, hogy ugye a kis saját 1.6-os motorja, jó, hát használható, de nem napi használatra volt alkalmas. Jó, akkor ennyi a szoporoller, harmadik nap, Schlön Old iskola, és bejött. Köszönöm a figyelmet, szervusztok! Nos akkor, összeraktam a gépet. Föltettem ugye a... Hát a burkolatot még nem tettem. De itt meg tudom mutatni, föltettem a motvordás szíjat, ugye a vízpumpára, generátorra. Gyorsan egy hevenyészet töltőszálat kötöttem be. Most indítunk, eltársa. Hát esik a hó, most kezdett a havas eső inkább. Most kezdte, opa, lefejeztetek. Buszfaj! Tehát mutatom, hogy nem izzítok, mert nem kell.
kell izzítani? Hát akkor izzítok. Jaj, ugye. Akkor izzítok. Jó. Nézzük. Ez már indul izzítás nélkül is. Szóval így működik a szerkezet. Már ráhagyom, hát persze föltettem a kifogót, hogy ott van, aztán listálom a fasza bassza ki a szemeimet. Elmértem, úgyhogy holnap a kifogót csinálom. Sajnos bele kell szabnom egy picikét, meg fő kell tennem itt, bocsánat, a kamerát is rúgom, mert közben azt is bekapcsoltam. Tehát föl kell tennem a vezérműdeknit, és akkor ugye itt ezt a hevenyészet bekötést, ezt ugye meg kell szüntetni. Hát képzeljétek el, hogy megrendeltem két hete a lukfúrót, hogy ki tudjam fúrni a dobot, a húpot, és az történt, hogy tényleg válaszoltak, hogy sajnos nincs. Két hét után. Na mindegy. Szóval úgy néz, előtöltés lesz a övé. Azért ugye ez reggel beindult, működött is, aztán én még kínlódtam bele, finomítottam. Még ugye majd fő kell tenni, ott van látjátok a turbó csak úgy szabadon, tehát a szívó részén nincsen se elég szűrő, se semmi. Illetve ugye tesztelni kell, hogy akkor most ezek a nyomócsövek maradnak, vagy inkább a nem a nyomócsövek, hanem tudjátok, a, ott lent a, ott mutatok rá a húvókát, hogy melyik marad rajta. És hát még azért sokat ennivaló, még lakatolnom is kell, meg kell fordítani. Ott láttam ott a feltengely, hogy szépen vidáman elfordul az egész a francba, tehát valószínűleg szét van akadva a picsába. Hurrá, hip-hip, heuréka, meg stb. Tehát így akkor most üzemképtelen a műve. Az annyit jelent, hogy nincs hajtás. Mert nagy arcossal úgy gondoltam, beindítom aztán nem gyújtok egy családot betolni, hanem a gépet, hogy az orra kint van, hanem bele, de majd azért behasalok mindjárt, remélem be tudom elakasztani, hogy mit tudok vele csinálni. No, szóval akkor a hétnek kiállok már lámpafényből, igen. Tehát akkor a hétnek úgy néz ki, hogy vége lesz. Nektek, nekem nem, mert én dolgozom holnap. Ugye a kipufogót, ezt most már megcsinálom tökéletesen, elszaptam. Na, hát most ezt kell szépíteni. És vacsánat egy kicsit elektronikázok, csak hát ugye a családdal is lenni kell. Hát nem élhetem itt kint az életemet non-stop, vasárnaptól vasárnapig. Úgyhogy ennyi. Ennyi gyermekeim az úrban. No, akkor nektek kellemes hétvégét, jó pihenést, szervusztok! Nos, szombat délután van, összeraktam a gépet, több módosítás után. Adagoló átalakítás, egyebek, ami szakmai titok. Nézzél, indul a gép. Jaj.
Na, azt mondja, hogy nem kell neki izzítás. Szembe van a nap, bocsi. Ugye a kipufogót még nem tettem föl, mert az zörög egyébként, mert a dobfő van csak úgy kapatva, mert elmértem a kipufogó csőívet, fölfér, csak éppen beleér a motortartó bakba, de aztán azt kezdtem el ma délután, ebéd után, de aztán inkább kivágtam ezt a panelt, és tettem újat, hogy a gázpedált be tudjam tenni, hogy kipróbálható legyen a gép. Most egyszer kell izzítani reggel, egész nap így indul. A generátor is azért be van kötve annyiból, hogy egy töltőszálat, mert ugye most már fönt van az összes szítárcsa, fönt van összes burkolat, és ugye forgatja a vizet, tölti az akkumulátort, a kis akkumulátor van most benne. Aztán a féltengely van szétcsúszva, tehát a harditárcsából kicsúszott a féltengely. Azt még holnap megcsinálom, aztán majd lesz egy próbaút. Nem tudom mikor lesz időm, mert most már páddal is kell foglalkozni, de tudjátok, hogy van ez, az ember kijön a műhelybe, és egy ekkora projekt van, akkor mindig talál valami megoldást. Ezt a gázpedált sem akartam, azt mondtam ebéd után a feleségemnek, hogy kimegyek, és meló van kint, aztán jövök be, mondtam ezt délbe. Most van olyan, szerintem 4 óra, fél 5, szerintem biztos, hogy van. Tehát holnap annyi a feladat, hogy... Mi a feladat? Ah, nem tudom, az előbb elmondtam, már el is felejtettem, mert nem is ott jár az eszem. Tehát százszor egy vég egy hónap csak egy kis lájtos melót végzek a gépen. Ja igen, hát a kipufogót kell, de hülye vagyok, félre beszélek. Hát a kipufogó nélkül nem akarok próbaútra menni, tehát a kipufogót kell a toldócsonk, a toldó könyök, azt szabtam el, azt kell megigazítani, tehát hova akkor annak látok. Neki az szerintem a délelőtt, de kétesélyes, mert amit mondtam az előbb, hogy családdal is lenni kell, tehát lehet, hogy holnap vasárnap, lehet, hogy holnap feleségem nem fog kiengedni, mert azért voltak itt munkák a héten. Valamelyik nap 12 órát dolgoztam ezen a nyomorulton, tehát na, száznak egy vége. A család az család. Na, kellemes pihenés, jó hétvégét, szervusztok!